A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, ismételten boldog új évet kívánok mindnyájuknak. Az ünnepi beszélgetések sorában Ruf Tamás, az Alberégia Szimfonikus Zenekar vezetője a vendégem. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntelek, és a kedves nézőket is. Egy csoda esztendő után vagyunk, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány, illetve a gazdasági nehézségek után az elmúlt esztendő teljes volt. Olyan értelemben is teljes, hogy azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az Alberégia Szimfonikus Zenekar Székesfehérvár egyébként is nagyszerű kulturális életének egyik talpontja. És ez bizony annak köszönhető, hogy amikor idestova 3 esztendeje, 4 esztendeje elindultatok egy úton, az nem volt kikövezett, vagy csak részben, és egy olyan utat választottatok, ami azt hiszem, hogy a szimfonikus zenét, a klasszikus zenét méltán tette népszerűvé itt Székesfehérváron. Ahhoz kellett egy csapat, nyilván erről fogunk beszélgetni, egy olyan témaválasztás már, mint a klasszikus zenén belül, ami sokaknak örömet szerzett, és ez különböző korosztályokra gondolok, tehát mindenkinek. És hát most pedig eljött ez az év, de először egy kicsit beszéljünk a újévi koncertről, mert hogy nekünk mindig csoda belefogni egy új évbe, de gondolom, hogy így vagytok ti is. Így van. Zenekaronként változó egyébként, hogy magát az újévi hangversenyt melyik napon tartják előszeretettel. Én ennek nagyon örülök, hogy Székesfehérváron az a hagyomány alakult ki, hogy egész egyszerűen új év napján van ez január 1-e, és pont mindenki tudhatja, hogy ez egy fix dátum a zenekar életében, és így gyakorlatilag a nézők életében is. Nagyon nagy öröm és visszaigazolás volt mindannyiunk számára. Egyébként, hogy 2023-ban úgy fordultunk be a december elejére, hogy már nem volt eladó jegy, nem volt eladható jegyünk az újévi hangversenyre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív folyamat, és mutatja, hogy a mi szándékunk az volt, hogy Székesfehérvár egyik legrangosabb társadalmi eseménye is legyen egyben az újévi hangverseny, mindamellett, hogy egy fantasztikus zenei ünnep, szerintem jó irányba haladunk e felé. Igen, ehhez viszont kellett egy csapat. Nyilvánvaló, hogy erről már beszéltünk ugyan, de most megerősíthetjük, hogy sikerült először is egy olyan vezetői csapatot létrehozni, egy kvartettet, ha úgy tetszik, tehát a vezetéseddel, gondolok itt Dobszai Péter művészeti vezetőre, Dobri Danira, aki a kortárs művészeti vezető, illetve Szabó Balázsra. És azt hiszem, hogy ez így együtt van, mert hogy ugye ott vagyunk a koncertek többségén, és látjuk, hogy mindenki teszi a dolgát. A zenekar is természetesen, hiszen fantasztikus zenészek meg annyi elismeréssel övezve. Így van. Ez egyébként egy elég rögös út, amire mi ráléptünk néhány évvel ezelőtt, a teljes tudatossággal, de úgy tűnik, hogy az akkori meggyőződéseink azok helyes irányban mutattak. Sokan nem értették. Két dolgot kérdeztek általában annak idején. Az egyik, hogy bocsánat, de idézem a kollégákat így a szakmából, hogy meg vagy te őrülve, hogy a Covid kellős közepén pályázol egy kulturális intézmény vezetésére. Hát láthatóan a legnagyobb bajban van szinte a kulturális szféra. És én azt mondtam, hogy és ma is azt gondolom, hogy ez független ettől. Tehát, hogy attól, hogy most virágkort élünk egy zenei együttes életében, vagy éppen nehéz kort élünk meg, ez mind független attól, hogy nekünk ezzel van dolgunk, vagy nincs. Nyilvánvalóan van dolgunk, és előre kell tekinteni. Hát gyakorlatilag 120 évvel ezelőtt is volt zenekar, és hogyha akkor is csak a nehézségeket nézték volna, akkor ma nem lenne. Ők megtették a fontos lépéseket, elődeink, és nekünk is ugyanúgy meg kell tennünk ezeket a lépéseket. A másik pedig, hogy abszolút azt gondolom, hogy a Covid-tól és a mindenféle nehézségektől függetlenül én nekem ezzel az együttessel úgy éreztem, hogy dolgom van, és most is azt érzem, hogy dolgom van vele. Másfelől azt szokták kérdezgetni rögtön az elején, hogy hú, hát mit akarunk mi ezzel a kortárs
dologgal, mert ez szemmel láthatóan egy kicsit elhanyagolt perifériára került így a zenész társadalmon belül. És nehéz volt ez az út, amire léptünk, és a mai napig nehéz, hiszen a kortárs egyrészt egy kicsit tényleg elhatárolódott a közönségtől, ez nem volt egy jó folyamat, de szükségszerű, hogy ezt megtörjük, ezt a jeget. Másfelől azért a kortárs pontosan azért, mert viszonylag szűk réteget érdekel, óriási pénzekbe tud kerülni. Nem nagyon produkál kézzelfogható jegybevételt, ugyanakkor a jogdíjak ugye sokkal inkább ketyegnek, hiszen élőszerzők műveit játsszuk. De most így a harmadik év vége felé, a közös három évünk vége felé elmondhatom, hogy mondjuk Balogh Máté, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének, Országos Egyesületének az elnöke konkrétan ezt nyilatkozta, hogy nem hogy országosan, de Európában egyedülálló, ami Székesfehérváron történik. A bizalom segített? Itt gondolok elsősorban a városvezetés bizalmára, hiszen azért nehéz időszakot kellett áthidalni, a nehézségeket bizonyos értelemben. A másik oldalról a bizalom a zenészek bizalma, és hát a csapat vezetésén belül. Mindenképpen. Tehát, ha nem élveztem volna ezt a támogató hátteret, ami leginkább tényleg egy bizalomban mutatkozik meg, akkor nem tudtunk volna szerintem nemhogy nagy, hanem semmilyen eredményt elérni. Én a napi munkát végezve és a napi feladatokban elmerülve egyébként hajlamos voltam mindig csak azt látni, hogy még mit nem végeztünk el, és még mennyi minden van hátra, és aztán szép lassan kívülről jöttek visszajelzések. Először a kollégáktól, aztán nézőktől, városvezetéstől, aztán már az országos szakmából, és hogy hát ők úgy látják, hogy itt valami nagyon-nagyon jó dolog történik, úgyhogy egy kicsit így összegeztük is most a kollégákkal az elmúlt három évünket, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok minden történt. Fontos ez a bizalom, tehát ennélkül szerintem esélytelen. Ez egyébként a látogatottságon is meglátszott. Leginkább ugye utaltál rá a végén, erről nyilván kiemelten fogunk még beszélgetni a kortárs zenéről, hogy egyre többen vannak. Szerintem remek gondolat volt megszólítani a töpörtjüket, az általános iskolásokat Dobri Daniéknak, mert ez egy jó út mindenképpen. Ugyanakkor, ha már a bérletkonstrukciókat nézzük, én ugye ott voltunk, amikor meghirdettétek most az új évadot, és nagyon-nagyon jó, hogy visszatekintünk, és mert én továbbra is azt mondom, hogy ez nem a hétköznapok része a szimfonikus zene, igenis ünnep kell, hogy legyen minden egyes bérletsorozat valamennyi előadása. És ezek a bérletsorozatok olyanok, amelyek a színházban, a szimfonikus zenekarnál, bárhol máshogy szabadtéri rendezvények keretében, illetve a házban, ugye a kortárs az többnyire a házban van, amelyek tényleg öltözön fel mindenki a legszebb ruhájába, vértezze fel magát, hogy valami újat, valami mást fog hallani, és úgy menjen, hogy valóban ez ünnep legyen. Én azt gondolom, hogy nem csak a szimfonikus zene, hanem alapvetően, ha az ember kimozdul az otthonából, hogy zenét hallgasson, az egy ünnep. A zene az én váltig állítom, hogy a léleknek az egyik legjobb gyógyszere. Egy olyan gyógyír és egy olyan lelki táplálék, amit azért nagyon nehéz lenne nélkülözni. És igen, helyén való, hogy ha a lelkünket ünneplőbe öltöztetjük, akkor mondjuk ez kívülről is meglátszon. Nem tartom feltétlenül rossz értelemben konzervatív dolognak, hogy az ember felveszi úgymond a szép ruháját, amikor bemegy egy színházba. Tudom, hogy ez most már nem annyira divatos. Én még a mai napig azt gondolom, hogy ezek a külsőségben is megmutatkozó ünnepi dolgok fontosak az ember életében. Ha nézegetem ott általában látok már, mint a székházban a különböző szaklapokat, azért az látszik, hogy volt egy válság a magyar klasszikus zenében, vagy talán még most is van, de hát ezt én kívülállóként nem tudom megítélni. De amelyeket ott a szakemberek írnak, az úgy látszik, hogy bizonyos értelemben annak nincs lenyomata itthon. És ennek én örülök, hiszen számtalan anyagi támogatás, biztonság, műsorválasztás,
tehát mennek az országszerte a nagy viták. Jól gondolom? Igen, igen. Rögy részben. Jól gondolod. Nagyon, hogy fogalmazzak, azt gondolom, hogy régen volt ennyire nyílt csatatér mondjuk a kulturális szféra. És ez a Covid idején indult el egyébként. És sajnos itt maradt. Tehát most ezt pont a napokban fogalmaztam meg, és papírra is vetettem, hogy ez egyfajta, olyan, ami most zajlik a kulturális életben, az tulajdonképpen nevezhetjük egy post-Covid hatásnak is. Ugyanúgy, ahogy az egészségünkben, a saját testi, lelki, fizikai egészségünkben átestünk a Covidon, kicsit, aki szerencsés volt, és itt ül, mint ahogy mi is, és túléltük, megviselte a szervezetünket, talpra álltunk, és azt hittük, hogy elmúlott, majd jöttek a post-Covid hatások, és csőstül megy mindenki orvoshoz ilyen-olyan-olyan tünetekkel, és rosszabb, mint előtte. Most valahogy így élem meg én ezt a mostani kulturális helyzetet, hogy a Covid idején gyakorlatilag romba dőlt, nem tudtunk játszani, nem volt hol játszani, nem volt kinek játszani. Azért az online térben való létezésre nem voltunk felkészülve. Ezt így utólag azért szerintem pironkodás nélkül ki lehet jelenteni erre. Ez az ország nem volt felkészülve, ez a közönség nem volt felkészülve, az együttesek sem. Szóval nem volt hol, nem volt kinek játszani. Létbizonytalanságba kerültek a művészek, nem csak a zeneművészek, színművészek, táncművészek, az egész szféra bajban volt. Majd amikor talpra álltunk, és azt gondoltuk, hogy túléltük, és ez már a múlté, akkor egyszer csak jött egy háborús gazdasági válság, és gyakorlatilag sokkal nehezebb helyzetbe kerültek az együttesek, mint voltak. És minden egyes projektért külön meg kell küzdeni, hogy annak legyen megfelelő támogatása mondjuk az állam részéről. És sok vita témája ez, hogy vajon kell-e ilyen mértékű állami támogatás a kulturális életbe, vagy hogy ez most sok vagy kevés. Én azért azt tudom erre mondani, hogy mondjuk az Európai Unióban sem, ahol mondjuk több száz éves múltan rendelkező nagy zenekarokat hozhatunk itt példának, ők sem önfenntartóak. Tehát egész egyszerűen a kultúrának ez a része, ez a minősége, ez állami támogatás nélkül, vagy önkormányzati támogatás nélkül elképzelhetetlen. No, egyetértek veled, megérkeztünk a koncertsorozatokhoz. Ugye vannak klasszikusok, és ezek fontosak nagyon. Ilyen a Farkas Ferenc sorozat, hiszen Farkas Ferencre emlékeznünk kell. Ugye ez a tündértánccal kezdődött, most nyilván nem fogunk valamennyiről beszélni, de azt hiszem, hogy ez egy bevált, önmagában a bérletkonstrukció is. Bevált a bérletkonstrukció, hiszen... Mert mind más. Mindegyik más, és egy nagyon szépen tematizálható, tematizálható sorozatokról beszélünk. Maga a tartalma az már a mi szellemi termékünk, ha szabad így fogalmazni, bár fontos elmondanom, hogy nem találtuk fel a spanyol viaszt, ezt mi örököltük. Ez egy nagyon szép örökség még az előző érából, ezek jól kitalált bérletek. Annyi viszont tisztán látszik most az elmúlt három év tükrében, hogy azért lehetne rajta frissíteni, és nagyon, nagyon sokat gondolkodunk a kollégákkal, hogy hogyan tudnánk hozzányúlni, hogyan lehetne még élőbbé, még színesebbé tenni a konstrukciókat. Azért van egy óriási kerékkötője ennek a helyzetnek, még hozzá az, hogy ezek a bérletek ugye külön helyszínekre vannak kitalálva. És ugye a Farkas sorozat a Vörösmarty Színház, a Somorjai a Kamara zenei sorozatunk az a Szent István terem, és ezen felül még az ünnepi bérlet, ugye húsvét, halottak napja, karácsonyi koncert, ezek pedig jellemzően szakrális terekben vannak. Igen. És ugye, hogy mi ebbe a probléma? A probléma az, hogy mindegyiknek más a befogadó képessége, és egyszerűen még nem tudtuk kitalálni, hogy hogyan lehetne esetleg egy olyan kombinált bérletet a nézőknek a fogyasztására felkínálni, ami esetleg mondjuk mind a három helyszínt birtokolja. De törjük rajta a fejünket egyébként. Lehet, mert hogy népszerű mind. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyilvánvaló, hogy
a nagy koncertek a Vörösmarty Színházban, illetve a Szent István Művelődési Házban igazán otthonra találtak. És hát én azt mondom, hogy a szakrális helyszínek, amelyeket említettél, azok nagyon fontosak. Egyrészt a bazilika, másrészt a Szent Imre templom is alkalmas arra, hogy nagy koncertek legyenek. Amiről én külön szeretnék veled beszélni, mert mindig rácsodálkozom a teltházakra, hogy voltak aggodalmaskodó hangok, amikor beköltöztetek a tópartra, hogy alkalmas-e az a terem bármire is. Tehát otthonná válhat-e egy szimfonikus zenekarnak. És én most azt látom, és nem csak a koncertek a Kérdezd a zeneszerzőt, vagy a Kérdezd a karmestert kapcsán, hogy igen, ez otthon lett, sőt, nem csak az iskolások járnak, hanem nagyon is jól látjuk, hogy az egyéb alkalmakkor is teltház van, jószerivel mindig. Igen, hát egyfelől tényleg egy otthonná vált, tehát most már ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt évek átmeneti helykeresési állapotából szerintem itt most lehorgonyozhat a zenekar, gyökeret verhet. Jó ez a zenészeknek, és jó ez a nézőknek. És az, hogy a nézők előtt pedig megnyitottuk a próbatermünket, és egy kamara hangversenyteremmé alakítottuk, ez pedig egy, hát sokak által kétkedve fogadott kezdeményezés volt, de aztán a puding próbálja az evés, és ez a puding ez úgy tűnik, hogy finom lett, és nagyon szeretnek hozzánk jönni a nézők, és ezt a zenészek is már elfogadták, és tulajdonképpen egy természetes dolognak veszik. Ami pedig nagyon, nagyon pozitív visszajelzés, hogy nem csak mi gondoljuk, hogy ez a terem ez erre alkalmas és jó, szóval ugye egyetlen egy probléma azért van vele, hogy véges a befogadó képessége. Tehát itt azért egy 130 embert tudunk leültetni kényelmesen, 150 néző úgy tud ülni, hogy akkor nagyon-nagyon telt ház van. Tehát 150 az a teteje, és már feszegettük ezeket a határokat párszor, ahogy mondtad, és ez egy nagyon-nagyon pozitív. Viszont az iskolásoknak jó, hiszen ők külön-külön tudnak jönni. Iskolásoknak jó, most azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk még jobban esetleg az iskolás korosztályt még külön korosztályokra szeparálni, hogy mondjuk azért előfordult, hogy szervezési okok miatt mondjuk egy alsó tagozatos évfolyam mondjuk egy felsős gimnazista 11-12-es csapattal volt együtt. Azért itt ezt nagyon nehéz összesakkozni, de a énektanár kollégákkal és az osztályfőnökökkel tartjuk a kapcsolatot, és jövőre erre is igyekszünk gondot fordítani, hogy ilyen ne legyen. De az biztos, hogy a gyerekeknek sokkal nagyobb élmény. Hát olyan közel vannak a zenekarhoz, mint ahogy mi most beszélgetünk. Igen. Tehát gyakorlatilag egy másfél méterről látják, hogy hallják, látják, hogy van az a rezgés, hogy lélegzik együtt a zenész a karmesterrel, hogy születik meg a produkció. És ez az egyik fele, a másik fele pedig, amit az előbb szerettem volna megosztani veled és a kedves nézőkkel, hogy Metz Gustafsson nemzetközi hírű kortárs jazz szakszofonos most már másodszor volt nálunk. Ugye az ő koncertje volt az első koncert ebben a teremben egyébként 2021. októberében, és most idén megint sikerült őt meghívni, most már zenekarral együtt jött, és azt mondja, utána sikerült vele néhány szót váltani, és azt mondjam ez, hogy nagyon-nagyon jó szól a terem, nagyon szeret benne játszani, és alig várja, hogy legközelebb is hívjuk. Történik így. És egy csodáról kell, hogy beszéljünk, ez nem más, mint a Királyi Napok a Bankban. Én azt hiszem, hogy ez egy lépcső volt, egy nagyon-nagyon fontos lépcső számotokra és a zenekar számára is. És nem csak azért, mert a Királyi Napok az mindig egy más megközelítést kíván részünkről, a királyi városban élők részéről, meg a látogatók részéről, hanem azért is, hogy az egy olyan lépcső, hogy egy ilyen klasszikus operát játszik a zenekar, ami borzongató. A kívülálló számára bizonyosan az volt, ezt megerősíthetem. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon sokrétű téma. Hogy lehet-e jövője? Ez, tulajdonképpen ez a kérdés. Hát mondjuk, hogy szerintem lehet. Szerintem lehet jövője, de nagyon körültekintően kell eljárni, és én azt gondolom, hogy itt is érvényes az, ahogy én egyébként a munka folyamatot felépítem, és ahogy én elképzelem a továbbiakat is, hogy szisztematikusan
és nem rohanva, nem egyik pillanatról a másikra elérni az eredményeket, hanem kitartó és szorgalmas munkával lépésről lépésre haladni, de akkor az az eredmény, amit elértünk, az legyen stabil és legyen maradandó. Szóval ne csak egy szalmaláng legyen, hogy történt egy koncert, mindenki örül, és aztán nincs utóélete. Hogy ennek a bankbánnak ugye az előélete az volt, hogy hosszú évek óta téma ez, és napirendi ponton van, hogy hogyan lehetne Fehérvár operajátszó város. Azért ennek leginkább anyagi, hogy mondják, akadályoztatása van, hiszen az opera ez egy borzasztó drága műfaj, és hatalmas háttér infrastruktúra szükséges hozzá, ugye jelmezek, díszletek, képzett énekesek hada, óriási kórus igényel, hatalmas zenekarral, ennek mind helyigénye van, tehát hogy azért ez egy borzasztó összetett és komplex kérdés. És amikor elkezdtünk ezzel a bankban témával foglalkozni, én így utólag elárulhatom, hogy ezt egyébként nem 2023-ra, hanem 2022-re találtuk ki először, akkor ugye az Aranybulla emlékév kapcsán. Tehát az Aranybulla emlékév egyik fő eseményeként mi ezt a város elé terjesztettük, hogy szerintünk, ha nem is az egész nagy opera jelmezekkel, díszletekkel hagyományos formában, de egy koncert formában meg tudna születni, és ez egy méltó megemlékezés lenne az Aranybulla emlékév kapcsán. De akkor nem volt rá lehetőség, egy elég szűkös esztendővel kényszerült ugye a város egyébként méltó módon megünnepelni ezt az évfordulót, és mi már ezt a dolgot így tudomásul vettük, hogy hát jó ötlet volt, más kell kitalálni. És tulajdonképpen a város vezetése jött ezzel az ötlettel 23-ban, hogy ők tudják, hogy van egy beterjesztésünk, ami tavaly nem valósulhatott meg, mi lenne, ha ez idén lenne, augusztus 20-án a főműsor. És hát nagyon, egyrészt megtisztelő volt, nagyon-nagyon pozitív volt rácsodálkozni erre, hogy nem csak a bizalom van meg egyébként a városvezetés részéről, hanem hogy a beterjesztések, előterjesztések azok úgy nem tűnnek el, mert vannak helyek, ahol egyébként úgy pusztába kiáltott szó. Ez nem az volt, ez valahogy egy gyökeret vert a fejekben, és 2023-ban megvalósult. Én magam egyébként egy kicsit aggódtam az elején, hogy, és ennek hangot is adtam, hogy mit fog szólni a közönség, hát előtte folyamatosan könnyű zene van, tehát a Charlie koncerttől kezdve a Bobán Márkovicson át, ott mindenféle olyan könnyed műfaj volt, ami könnyen befogadható, és ezután oda tenni egy bankbánt, én aggódtam. De aztán ahogy belementünk a szervezésbe, és ahogy kezdett ez megszületni és nőni a kezünk alatt, úgy lettem én is egyre lelkesebb, de azt magam sem gondoltam volna, hogy ez 2500 ember ott végig fogja hallgatni, és saját szememmel láttam, hitetlenkedve néztem egyébként, de nagyon boldogan, hogy aki nem tudott leülni, az ott azt a 2,5 órát végigállta. És nem mentek el az emberek, volt egy-kettő, aki jött, de az úgymond az átmenő forgalom is olyan volt, hogy minimum 1/2 órát töltöttek ott az emberek, de a legtöbbük pedig leállt, és végighallgatta, és ez egy áldozat volt részükről, és amikor azért a hazám, tehát az opera kellős közepén a Hazám című ária után ott volt egy álló vastaps, én akkor azt gondoltam, hogy mea culpa, tévedtem, az embereknek ez igenis kell, és valóban tetszik nekik. Igen, megerősíthetem, minden egyes pillanat így volt. No, így a beszélgetés egy kicsit jövőkép. A jövőkép pedig az, hogy nem régiben olvashattuk, ugye már az elmúlt esztendő végén is megjelent, hogy lejárt ugye az igazgatói megbízatásod, és új pályázatot írtak ki, amelyre a jelen pillanatban is az egyedüli. Milyen gondolatokkal született meg az új pályázatod? Vannak-e olyan talpontjai, amelyek közkincsek lehetnek adott esetben? Vagy csak folytatni kell azt az utat, amelyet a vezetőtársaiddal együtt kitűztetek és meg is valósítottatok mindannyiunk örömére? Hát amit jelen pillanatban közkincsé tudok tenni,
az az, hogy a pályázatom sarokpontjai, ugye két fontos pillére van. Az egyik az elmúlt 3 évnek az összegzése, hiszen le kellett írni, hogy honnan kezdtük, mi történt, mi miért történt, és hogy a történéseknek mi a várható életútja, mi a következménye, hogyan kell ezt folytatni, ezt az utat. A második pillér pedig maga a következő pályázati ciklus, a következő 5 év, hogy a megkezdett utat hogyan tudjuk folytatni, milyen tempóban kell azon haladni, melyik évben hova kell eljutni, de ez, gondolom ez természetes, ez a nagy dolgot nem árultam el. Amit ugye a pályázat még egyelőre nem nyilvános, hiszen az önkormányzat fogja majd a kellő időben ezt közzétenni, de azért abban semmi titok nincs szerintem, hogy, és az örömmel árulhatom el, hogy a jelenlegi művészeti vezető csapattal képzelem el a következő ciklust is. Nincsenek személyi változások, és minden művész kollégám, minden vezető kollégámat külön-külön felkértem a feladatra, és örömmel elfogadták, és gyakorlatilag töretlen lendülettel tudjuk folytatni a munkát, abban az esetben, hogyha újra megkapjuk a bizalmat. Nincs kétségem felőle, hogy így történik. Köszönöm szépen, még egyszer boldog új évet neked, a családodnak, és hát ugye nem esett szó most a helyőrségi zenekarról, de nyilván majd szakítunk rá arra is időt, hiszen nyilván, hogy a fontos része marad az életednek. Köszönöm szépen. Legyen úgy, köszönjük szépen. Kedves nézőink, az újévi beszélgetések sorában, ünnepi beszélgetéseink sorában Ruf Tamás, az Albaréga Szimfonikus Zenekar igazgatója volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, még egyszer boldog új évet és hajrá, szimfonikusok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.